Az Életfája program keretében ültettek el 21 facsemetét nemrég az Ily és Gyula iskola diákjai. Az eseményen a klímapolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy az erdős területek tisztítják a levegőt, ezért is fontos, hogy gyarapítsuk azt. És azt vállaltuk a tavalyi évben, hogy 1 millió fát fogunk ültetni évente, ennek érdekében, hogy 27%-ra tudjuk növelni az erdős területeknek az arányát Magyarországon, és hát itt a pandémia ellenére is szerencsére tudtunk előre haladni, úgyhogy 1 100 000 fát sikerült elültetni az elmúlt évben, és ennek a programnak a keretein belül én nagyon örülök neki, hogy a pécsiek is aktívan részt vesznek ebben a elképzelésnek a megvalósításában, és itt most a jövő generációjával, a gyerekekkel együtt tudunk valami konkrétat tenni, és a fás területeket növelni, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a gyerekek ilyen aktívak és ilyen jókedvel itt vannak a mai nap, ugyanis ők a kulcsa annak, hogy 2050-re ezeket ténylegesen meg is tudjuk valósítani, ezeket a programokat. Ők akkor már felnőttek lesznek, és én azt gondolom, hogy ha ők egy ilyen közegben ülnek föl, ahol látják, hogy milyen fontos programok vannak, akkor nekik ez a mindennapjaikat fogja egy idő után kitölteni, és én nagyon optimista vagyok, hogy így ténylegesen el fogunk tudni jutni a 2050-es célokhoz. A Balatonkenesei Zöldkövet Egyesület is részt vett a programon. Az alapító szerint fontos szerepe van a kis közösségeknek a környezetvédelemben. Mi a hétköznapi környezetvédelemért dolgozunk, és azt szeretnénk az embereknek megmutatni, hogy kis apró dolgokkal is tudnak tenni a mindennapokban azért, hogy egy szebb, élhetőbb, zöldebb bolygón, zöldebb Magyarországon élhessünk. Ilyen az, hogy például egy intézmény fát ültet a környezetében, vagy hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, viszünk magunkkal a bevásárláshoz vászontáskát, komposztálóba gyűjtjük az ételmaradékot, olyan kis apróságok, amikkel tényleg nagyon sokat tehetünk, hiszen ha ezek összeadódnak, akkor nagyon nagy dolgokra leszünk képesek. Szeretnénk a Zöldkövet Egyesületet egy országos hálózattá alakítani, ez a jövőbeli célunk, és ezért is nagyon fontos, hogy most itt vagyunk Pécsen, és ilyen egyesülete alapítvány dolgozik itt a pécsiekért, hiszen nem feltétlenül országosan kell kitalálni azt, hogy egy kis közösségben mi valósuljon meg, hanem erre szükség van ahhoz, hogy ilyen egyesületek, alapítványok is működjenek, úgyhogy én is nagyon örülök neki, hogy itt lehetünk ma. Az Ily és Gyula iskola mellett még számos területen ültettek fákat gyerekek segítségével. Legutóbb a 6-os főút mentén a Pécsi Éltes Egymi tanulói ragadtak ásót és helyeztek ki 20 facsemetét. A mai napon 40 gyerek érkezett, 5 csoportból, és minden csoportból 2 pedagógus kísérővel. Ilyen faültetési akciónk volt már többször, és arra odafigyeltünk, hogy ezeket a kis fácskákat, amiket elültettünk, ezeket a későbbiekben is mindig nyomon követtük, és figyelemmel kísértük, mennyit nőttek, mennyit változtak, lombosodtak, úgyhogy a gyerekek nagyon kedvelik ezt a projektet. Az ültetéseket az Ökováros Ökorégió Alapítvány segítségével szervezik. Kezdetekben is, még óvodákban, iskolákban, kisebb közösségekkel volt ültetés, és már hát folytatódik ma is ez a program. Az elmúlt 10 év alatt ősszel, illetve kora időszakában civilek, lakosság, különböző oktatási intézmények gyermekei a pedagógusokkal ültettek, és most ez azért egy kicsit különlegesebb, mert a készülő pécsi klímastratégia keretében kerülnek elültetésre ezek a fák, és valóban ez a negyedik alkalom, hiszen ültettünk ez a negyedik általános iskola, akivel az idén ültettünk Kertvárosba, az Ily és Gyula általános iskolával, az ANK 2-es számú általános iskolával, valamint a Testvérvárosok Terei általános iskolával, és most pedig az Éltes Mátyás általános iskolával ültetünk itt a 6-os út mentén. Én azt gondolom, hogy a faültetés az egy olyan program egy hétköznapi ember életében, de egy város életében különösen, aminek soha sincs vége, és mindenképpen fontos szemléletformáló értéke van annak, hogy ezt nem csupán a városüzemeltetési cég végzi, hanem mindig önkéntesen adott csoport részt vesz, hiszen
sok gyerek most találkozik először például a szerszámokkal, a kertvárosi gyerekeknek a 80%-a soha nem ültetett fát, mi ennek a módja, hogyan kell gondozni a későbbiekben a fát, és hogy milyen funkciója van egyáltalán a fának. Cél a tudatos felnőttek kinevelése, hiszen ha már kisgyermekkorban megismerkednek a fiatalok a környezetvédelem fontosságával, akkor idősebb korukban is sokat tehetnek a jobb jövőért.